Rendhagyó módon az atomerőmű SS sportcsarnoka adott otthont a közgyűlésnek. Az ügyvezető elnök értékelőjében kiemelte, minden szakosztály teljesítette a kitűzött célokat, és születtek nemzetközi eredmények is. A pandémia miatti nehézségeket is áthidalták. És ami nagyon fontos, hogy a olimpiai kvalifikációban is két judós olimpiai kvalifikációt érő helyen van, illetve a kajakkenu szakosztályból is a Pup Noémi küzd azért, hogy bejusson az olimpiai csapatba. 16 éves hagyomány, hogy elnökségi döntés alapján az egyesület legmagasabb kitüntetése is átadásra kerül. Idén az ASE örökös tagja elismerést Jakab Albert, a természetjáró szakcsoport vezetője vehette át. Kiváló helyzetben vagyunk, azt hiszem, hogy kivételes helyzetben az országban kevés ilyen egyesület létezik, ahol a szabadidősport ilyen teret kap. Én ezt mindenképp köszönöm az elnökségnek. Az ASE örökös bajnoka címet Jan Pavlik, a kosárlabda szakosztály vezetője, felnőtt csapat másodedzője kapta, aki több mint 6 éve fejezte be sikeres aktív pályafutását. Jan Pavlik és az ASE most azon munkálkodik, hogy több tolnamegyei település összefogásaként egy regionális központ létrehozásával még sikeresebb legyen a kosárlabda sportág.